Na, szavaztok srácok, én Skani vagyok, és köszöntelek benneteket a legújabb videóban az Akció csatornáján, és a mai videóban pedig elhoztam nektek ismét egy ilyen retro, régebbi Nerf bemutató videót, és a mai videóban pedig a Strong Arm kilövőről fogunk beszélni, ami az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban vásárolt Nerf kilövő. Szóval a Nerf Enstrike Elite Strong Arm ebben a klasszikus narancsárga, fehér és kék színállásban érkezik, ezen kívül találhatóak rajta még ilyen világos-szürke és sötét-szürke színek is, és ilyen ezüst három csík is látható itt az oldalán, és ez megtalálható szintén a másik oldalán is. Ezen kívül a Strong Arm-on van egy taktikai sín, amire mindenféle kiegészítőket tudtok rárakni, de nincsen se Stock Attachment Point, se Barrel Attachment Point, szóval se előre, se hátulra nem tudtok másfajta kiegészítőket rárakni. Van rajta kettő darab Sling Bound, amire föl tudjátok akasztani a kilövőt. Én igazából erre nem nagyon ajánlom felakasztani, mert ugye itt lesz az, amivel fölhúzzuk ezt a kilövőt. És ez talán a legpraktikusabb, ha fel akarjátok ezt akasztani. Na most ezt a kilövőt másodlagos fegyvernek ajánlanám olyasmi mellé, mint például a Strife, amit az előző videóban mutattam be. Ha ezt nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg, mert az is egy nagyon hasznos kilövő. A Setben, amikor megveszitek ezt, 6 darab n strike Elite lövedéket találtok. És uh, egy ilyen érdekes tény, ez volt az első Nerf kilövő, amit megvettem, talán 2012-ben. Még mindig tökéletesen működik. Néhány Nerf lehet találni egy ilyen, egy ilyen kis táblázatot, hogy mikor készült a kilövő. Szóval valószínűleg nem látjátok ideit, látható, hogy 2011-es gyártási év, talán látszik. Szóval 2011-ben, bocsánat, vettem ezt a kilövőt, szóval azóta is nagyon jó állapotban van. De szóval visszatérve, 6 darab N-Strike Elite lövedék ö, ö, jár ehhez a kilövőhöz, és ha megfordítjuk, akkor ezt a gombot megnyomva, és a másik oldalról az egyik ujjunkkal meglökve, kinyílik ez a cilinder, ami a Western pisztolyokban is található, és így tudjuk megtölteni ezt a kilövőt, és ha be akarjátok ezt csukni, akkor gyakorlatilag csak benyomjátok ez egyik újatokkal, és már is működik, és nagyon más nem is tudok mondani róla, szóval szerintem jöjjön is a lövésteszt. Na szóval srácok, be is töltöttem 6 darab Ensztrák Elite lövedéket a Strongarm kilövőbe, és most pedig jöjjön is a lövésteszt. Most kilőttem 6 darab lövedéket rendes módszerben, és most pedig meg fogom nektek mutatni, hogy hogy kell egy Slam Fire módban tüzelni, ami annyit tesz, hogy lenyomva tartjátok a ravaszt, és gyakorlatilag a szán húzásával tudtok tüzelni. Vágjunk is bele. Szóval ahogy látjátok ismét betöltöttem 6 darab most Modulus fehér lövedéket. Vágjunk is bele a Slam Fire üzemmódba. és gyakorlatilag ennyi is volt. Uh, igazából csak egy lövedékünk volt, amin, uh, aminek nem működött a kilövése, de szerintem összességében elmondható, hogy a strongár nagyon jól teljesített a lödéstesten. Na szóval, srácok, ahogy láttátok, uh, ez a kilövő. Az elvárásaimnak megfelelően nagyon jól teljesített a lövéstesten, hiszen, ahogy már mondtam, ez az egyik legpraktikusabb és legnépszerűbb nerf kilő az Encelek Elite Strife mellett, amit még mindig vásárolnak az emberek, és most már szerintem a nagyja fehér-fehér-narancsárga színálásban kapható, tehát gyakorlatilag ennek az inverse ennek a fordítottja az eredeti kék-fehér uh, N-Strike Elite kilövőknek, szóval fehér-kékben lehet most már kapni ezt is, és a strife is, de a lényeg az, hogy bármilyen színálásban is veszitek meg, ez a kilövő egy örök klasszikus fog maradni, és um, csináltak belőle úgy egy új változatot, ezt még talán meg lehet beszélni, a Disruptor néven, ami gyakorlatilag ugyanez a kilövő, de szerintem ez praktikusabb, mert sokkal egyszerűbben ugye föl lehet húzni, és így tudtok vele lőni. Szóval válaszhattok ez és a Disruptor között, akkor mindenképpen ezt ajánlom nektek. De srácok, ez volt a bemutató videóm a Nerf and Strike Elite Strong Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyen több retro, régebbi Nerf kilövő bemutatót, magyarul természetesen, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben, és írjátok meg, hogy melyik kilövőt szeretnétek látni. Esetleg azokat is bemutathatom ismét, amiket régebben ugye angol nyelven mutattam be, mivel a csatornám sok ideig angol célközönségnek készült. De most már, mivel többségben van a magyar nézőközönség, mindenképpen magyarul szeretnék bemutatni több ilyen régebbi NERF fegyvert, amiket még ugye esetleg még mindig lehet kapni. Vagy ha láttatok egy olyan kilövöt a NERF Arsenal videóban, amire esetleg kíváncsiak vagytok, akkor azt is írjátok meg a kommentben, és találkozunk a következő videóban. Addig is szavasztok!